Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a Veszprém az első, a Nyíregyháza pedig a negyedik helyen zárja az alapszakaszt. A nyitó negyed sok pontot hozott, 28-24-es hazai vezetéssel zárult az első 10 perc. A második negyedben utolérte a cápákat a Veszprém, fejfej mellett haladtak a csapatok, a nagy szünetre 46-46-os állásnál vonultak le a játékosok. A második fél időt a vendégek kezdték jobban, a harmadik negyed közepén 9 ponttal is vezetett az éllovas. A nyíregyháziak azonban ritmus váltottak, elkezdték a felzárkózást, és a negyedik negyed elején a vezetést is átvette Siska János együttese. A lendület megmaradt, a legnagyobb különbség pedig a mérkőzés végére alakult ki a két csapat között. Nagyon örülünk a győzelemnek, bár nem számítottunk arra, hogy ilyen nagy arányban fogunk nyerni. Azért helyén kell kezdeni ezt a dolgot, mert ezért a Veszprém nem teljes csapattal játszott, sok ember sérült volt náluk, pihentette őket, de attól mi megnyertük a mérkőzést, nagyon örülünk neki. Bár tétje nem volt a mérkőzésnek, a 13 pontja mellett 12 gólpasszt is kiosztó Busz Iván elmondta, hogy mindenképpen győzni akartak az alapszakasz záró meccsén. Nekem gyerekkorom óta egyébként ilyen a versenyszellem, tehát édesapámmal megedződtem kiskoromban, minden, sosem hagyott nyerni, és én viszont mindenben akartam nyerni, és így voltam ezzel ma is. Amikor ott a harmadik negyed közepén elmentek 9 ponttal, nyilván vastagon benne voltunk, mert nem pörögtünk 100%-on, de ugye az ellenfél is tartalék volt, ezt mindenki látta. Igyekeztem ott kicsit úgy lökést adni a csapatnak, illetve Tucunak nagyon jól jöttek a hármasai, és sikerült behúzni a mérkőzést, aminek örülök nagyon. A vendégek edzője annak örült, hogy a korábban kevesebb lehetőséghez jutó fiatalokat is pályára tudta küldeni a Continental Arénában. Igazából tényleg nem volt tétje a mérkőzésnek. Mindenképp úgy jöttem volna, hogy 3 kulcsjátékosom nem játszott egy percet sem. Már Istennek tudtam őket pihentetni. Kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódnak. Igazából annak örülök, hogy azoknak a fiataloknak, akik nagyon kevés szerephez jutnak, azoknak minél több játék lehetőséget tudtam adni. Én úgy gondolom, hogy nekünk az eredmény az másodlagos volt. Játszottunk egy jó mérkőzést, hogy megyünk tovább. A 26. forduló további eredményei a következők. Meavsz Miskolc Nagykőrös 86-94, Vasas Akadémia Oroszlány 81-90, Budafok Budapesti Honvéd 70-78, Békés MTK Török Bálint 60-91, BKG Prímelse Bonyhát 126-89 és PVSK Mavc 65-98. Az alapszakaszt a Veszprém nyerte 24 győzelemmel és 2 vereséggel az azonos mutatót elérő Mavc előtt. A Nyíregyháza a Blue Sharks 19 győzelemmel és 7 vereséggel a negyedik helyen végzett. A felsőházi rájátszás párosítása a következő: Veszprém PVSK, Mavc Vasas Akadémia, Oroszlány Budapesti Honvéd és Nyíregyháza a Blue Sharks BKG Prímelse. A párharcok két nyert mérkőzésig tartanak.